és adásban. Az A2-es autópályáról. Igen. És 5, 4, 3, 2, 1. Elindultunk hazafelé, azon gondolkodánk. Mennyi élménnyel térünk haza, és nem látott rég anyám. Földolgozni a sok videót. Hű, de nehéz leszem. Nekem meg a fotókönyvet meglátod majd kedden. Közeledünk az Evzoni határhoz különben. Kedvünk legalább jó. Jó, hű, de nagyon hirtelen. És így úgy átsuhantunk a határokon. Doberdán lett. Doberdán lett a Doberdán, a Kalimera lett a Doberdán. A görögöknél egy percet se álltunk, a makedónoknál körülbelül 3 autó volt előttünk, vagy 4. És egy 10 perc alatt végig. Mivel minden dokumentumot összeszedve odaadtunk nekik, ezért körülbelül náluk is egy percig álltunk magán a állomáson, aztán jöhettünk is tovább. Lényeg, hogy kérik a kocsi papírjait is, tehát zöld kártyát és a forgalmit azt mindenképp egyből oda kell adni. És akkor nem szaroznak. Bicikliznek az autópályán, ezt meg kell mutatnom. Jó, hogy országúti kerékpár, de ennyire. És vettek jegyet? Szerinted? Még az jutott itt hirtelen eszembe, hogy lehet, hogy egy kis útvonalmódosítást csinálunk, mert nagyon korán van, és a szállásra nem akarunk azért Nizsbe odaérni 2 órára. És 1 órát nyertünk a határátlépésre. Ja, és óraátállítás miatt ugye most nem 9.50 van, hanem 8.50, úgyhogy lehet, hogy bemegyünk még Skopjébe, megnézzük. Még nem tudjuk, majd meglátjuk. Kérem szépen, hip-hop, itt vagyunk Skopjébe, és még dél sincs. Úgyhogy annyit kell tudni erről a kis városról, hogy Észak-Makedónia fővárosa. Picit letértünk, hogy megnézzük a belvárost. Sikerült egy parkolóházba ugye leparkolnunk, itt vagyunk már is. Azt hiszem operaház vagy valami színháznak a környékén, úgyhogy nagyon szép épületek vannak, megnézzük a környéket, jó? Ez az a helyzet, amikor annyira nem vagyok fölkészülve, itt van valami vár, ami Skopje vára lehet, de hát mivel teljesen programon kívüli ez az egész program, bármint, hogy így beestünk ide. Nem baj, azt tudjuk, hogy a folyó jobbra van, úgyhogy menjünk ki ezt. Igen, és ott, ha jól tudom, ott a folyó partján tele van ilyen szobrokkal. Igen, mert tévében viszont láttam Skopjéről valami filmet, és ott úgy voltak. Van valami sétáló utca, és tele van szobrokkal. Nem is tudunk mit mondani ezekről a mindenhol szobrok. Hárfás, oroszlás. Igen, hát ez látszik, hogy most lett mindegyik szinte felújítva. Sok a kéregető szobor. Átnézve a folyó túlfelére, érdekes módon itt benne állnak a folyóba a horgászok. Leszakadó szociál 1000 éves ház mellett egy vadi új és karbantartott épület. És sok a koldus, meg a szegény, az látszik. Ancsi az elájulás határán van. Igen. Látszik, hogy minden épül, és ez még nem a végleges, amit most látunk. Ez a rész, ez a part vonal milyen. Nem tudjuk milyen épületek, mert nem, abszolút nem készültünk belőle. Viszont megvan a híd, ami végig tele van szobrokkal, az itt van előttünk a következő híd, ott fogunk visszajönni, az biztos. Nézzük meg, szerintem az Nagy Sándor lesz a Bukefáloszon ugrat. Nézzük, hogy ugrálnak a folyóba. Ez is egy ötletes megoldás különben. Csak is úszósapkával. Egyértelmű. A kandeláber is megérdemel egy fél szót, hogy hogy néz ki. De a Marriott Hotelnak a homlokzata az egész.
beültünk egy Burger Kingbe. Jó étvágyat, cica. Érdekes ez a hely itt, sehol senki. Persze csak igazolással lett. Illetve itt van a kis barátaink, a ugráló verebek, akik szedik össze a dolgokat. De jó kép volt, pont fölbent az asztalra. Hol vagy? Ne csipogj te! Itt száldogálnak benne a verebek. Hát igen, más úgy sincs. Elkérték a bejáratnál a Covid igazolást a telefonunkról, aztán már jöhetünk is kajálni. Zöld utat kaptunk. Zöld utat kaptunk, igen. Már robogunk is Szerbiában. Igen. A határokat átléptük körülbelül 30 perc alatt, most nem volt akkora sorállás. Maga a bürokrácia pedig egy-egy perc volt kb. Igen. Köszönöm a nyilatkozatot. Itt töltjük az estét, mert a szállásunkon megint buli van este 10-ig. Úgyhogy Nis központjába bejöttünk. 500 kilométert nyomtunk ma le. Fáradtak is vagyunk. Egyre jobban kijönnek a színek itt, ahogy sötétedik már idekint. És még mindig nem tudunk visszamenni a szállásra, mert még 2,5 óráig tart a szobánk alatt a koncert. Úgyhogy kezdünk fázni. Szépek a színek, nem tudom mennyire fog kijönni. Nagyon. A hidat is kivilágították, és a erődöt is. A Nisava alatta az ott a sötétben folydogál szépen, de az is kivilágítva. Egyébként nagy semmi ez a város különben. Nem tetszik.